kortársa, egy arab utazó azt mondta, a zsidók a Tóra, a keresztények a Biblia, a muszlimok a Korán, a szkíták a józan ész alapján döntenek. Most én magam szkíta hagyatéknak tartom, mert megpróbálok a józan ész alapján és a földön járni. Ha össze akarunk fogni, akkor pontosan kell tudnunk, hogy milyen célokra fogunk össze, és tisztában kell lenni néhány alapkérdéssel. Most rögtön felsorolok ebből az alapkérdésből hatot, amiben egyet kellene értenünk ahhoz, hogy összefoghassunk. Ilyen kérdés még mindig az Európai Unió, az Unióhoz való viszonyunk, a NATO-hoz való viszonyunk, az adósságszolgáltatás kérdése, Trianon, és a hazai cigánysághoz és a zsidósághoz való viszonyunk. Ezekben a kérdésekben tisztán kell látni. Én most magam képviseletében magánemberként vagyok itt, de abonyban működtetünk egy lényegkeresők baráti társaságot. Nem mondjuk azt, hogy mi tisztában vagyunk mindennel, keressük. A lényeget megpróbáljuk megtalálni. Nem olyan egyszerű. Akkor, amikor olyan eszmei káosz van, hogy tényleg van olyan, hogy szótárakat kellene csinálni, tisztában tenni terminológiailag az alapfogalmakat, hogy mindenki ugyanazt értse rajta. A rendezvényeinket, a nemzeti rendezvényeket is valamilyen határozott arculattal kellene felruházni, mert ma egy nemzeti rendezvény se tudja magáról, hogy most vallási, kulturális rendezvény, vagy vállaltan politikai célú rendezvény. Az, hogy merre kellene figyelni. Nem tudjuk már, hogy vigyázó szeneinket hova is vessük. Szerintem vessük most Görögország felé, és vessük Oroszország felé. Mert mondhatjuk, hogy nekünk vannak lehetőségeink, de abszolút ilyen külpolitikai környezetbe ágyazva kell ezeket a dolgokat nekünk megfogalmazni. Tehát én javasolom, hogy olyan műhelyek alakuljanak, ahol például a Trianonnal kapcsolatban is állást foglalunk, mert már nem elég van, nem soha. Itt már a mai viszonyokhoz kell alkalmazkodni.